Az országgyűlés május 19-én fogadta el a termelő szövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyek módosításáról szóló törvényt. Az átfogó szabályozást tartalmazó 15 törvényt módosító jogszabály egyes részei július 1-én léptek hatályba, további pontjai pedig még mindig kidolgozás alatt vannak. A törvénycsomag legfontosabb eleme a szövetkezeti földhasználati joggal érintett földek rendezése. Magyarországon több tízezer hektár olyan föld van, aminek nincs az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa, a tulajdoni jog hivatalosan pedig mai napig a már megszűnt termelő szövetkezetek kezében van. Amikor privatizálták a termelő szövetkezetek nagy részét, akkor az egybe esett evel a kárpótlások időszakával és a részaránykiadással, és voltak olyan területek, ahol a terület a szövetkezeté volt, de a felépítmény, már akár lakóházról beszélünk, vagy valakinek a telephelye, az már magántulajdonban volt. És hát nyilván ezeket abban az időben még inkább nem szerette volna senki megvásárolni másnak a területét úgy, hogy más építkezett rá a lakóházat. Ezek ott maradtak teljes tulajdonlapon, egy olyan teljes tulajdonlapon, amelyik teljes már nem létezett. A tulajdonviszonyok átláthatatlansága miatt nem lehet tudni, kik igényelnek ezekre a földekre támogatást és milyen jogviszonyok alapján. Nagy probléma emellett, hogy azok az aranykorona jogosultak, akik a 90-es évek óta várnak arra, hogy földet vagy pénzt kapjanak ezért a jogosultságukért, nem kaptak semmit. Akik nem jelentkeztek ezzel az igénnyel, bár az én információim szerint többször fel voltak ezek a tulajdonosok szólítva, hogy rendezzék el akár kedvezmény vagy eljárási költség nélkül is, de nem sikerült, és éppen a napokban fogalmaztam meg azt az igényemet, hogyha le akarnánk teljes mértékben zárni, talán az lenne a legegyszerűbb, mivel akinek csak lakóház van a területén, az nem nagy földterülettel rendelkezik, és akár szociális juttatásként is oda kellene adni. A változtatás lehetőséget ad arra is, hogy akinek kárpótlási jogosultsága van, az megvásárolhassa a korábban a TSZ-ek kezében lévő földeket. Erre akkor van lehetőség, ha az érintetnek 2008. január 1-től folyamatosan igazolhatóan fennáll az aranykorona jogosultsága az adott területre. Amennyiben ez nem következik be, úgy a földek állami tulajdonba kerülnek, miután legkésőbb 2022. december 31-jel megszűnik a földhasználati jogviszony. Így a nemzeti földalapot fogják gazdagítani, további hasznosításukról pedig az állam fog gondoskodni.